együtt énekelnek a horgosi gyerekek a szabadkai juhász zenekarral. A tél előzésére, a tavasz ide csalogatására farsangi mulatságot tartottak. A gyerekek élvezték, hogy beöltözve vehettek részt a rendezvényen. Lehet táncolni, előzzük a telet, zenélünk, meg énekelünk. Milyen volt számodra ez az egész, és miért jöttünk itt össze a farsangkor? Azért, hogy előzzük a telet. Te a telet mind évszakot szereted, vagy inkább már a tavaszt várod? A tavaszt. És mit fogunk azért tenni, hogy megérkezzen a tavasz és elmenjen a tél? Kiabálunk nagyokat? Igen, és a... Mit csinálunk a kiszabálunkat? Elégetjük. Köszönöm szépen. Az ismert gyerekdalokon keresztül a kicsik megismerkedtek azokkal a farsangi szokásokkal is, amelyek lassan feledésbe merülnek. Szórakozva tanulják meg a hagyományainkat a legkisebbek. Minden óvodában sikerült a gyerekekkel megismertetni azokat a farsangi dalokat, amelyeket egykoron a farsangi ünnepkörben az emberek megtartottak. Volt kiszebábozás, zöldágjárás és nagyon sok farsangi dalt és játékot játszottunk. A Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a jeles napokról való megemlékezésre. Évek óta szerveznek farsangi mulatságokat a község óvodáiban. Már hagyománnyá vált, hogy amikor elérkezik a farsang ideje, a község összóvodáiban megszervezzük a farsangnak a mulatságát. Ez történt ezen a héten is, hogy a 10 településünkön, a 12 óvodánkban megtörtént a télőzés. A horgosi farsangolók nagy zajkeltéssel vonultak fel a falu központjában, majd az óvoda előtt elégették a telet jelképező kiszabábot.